Hallod? Ez nagyon nagy. Kaptam egy pályát, beraktam, azt mondja, így kezdődik. Szia Csabusa, élvezd jól magad a pályámon. Nem, mert mondja már neki valami. Nem tudom, mit mondok rá. Élvezd jól magad. Hú, de pervers. Mi ez? Sziasztok! Valamelyik nap volt egy beszélgetés az egyik darálónál, hogy már nem olyan tanulságosak a darálók, mint régen. Ez teljesen igaz, inkább poén irányba ment el a dolog, és hogy válogatnom kéne, ami azt jelenti, nincsen szívem válogatni, tehát ezt végig így hirdettem, hogy nincsen válogatás. Kicsit szemétségnek érzem, hogy akkor most, amit több hónapja beküldtek, akkor azt most hopp hirtelen válogatom. Szerintem meghagyom így a darálót, ahogy van. Egyébként teljesen jogos, persze. Sokszor ugyanarra a sémára épülő pályák vannak. Persze, hogy nem lehet azokon haladni. Tehát megvan egy korlát, megvan egy szint, ami után... Egyszerűen most mindig azt mondjam el, hogy mi nincsen. Szóval értitek? Válogatni meg nincs szívem, úgyhogy az az ötletem támad, hogy megcsinálom az egyik ötletemet videóformában. Ez pedig az építői kommentár. Az ötlet nem saját, a Will ihlette, ő szokta a játékaiba beleépíteni, ott fejlesztői kommentár a neve. Arról van szó, hogy ha ebben a módban indítjuk el a játékot, akkor kis szövegbuborék ikonok lesznek elszórva a játékban. Ezeket használva valamelyik fejlesztő beszél, valami érdekességet elmond a játékról. Nekem nagyon tetszik az ötlet, mert egyszerre érdekes és tanulságos lehet belőle tanulni. Már régebben gondoltam, hogy megosztom így pályáimat, hogy lerakok gombokat, és hogyha megnyomjuk, akkor kiírja a chatre, vagy hang szól. Tehát, mint ahogy a WoW játékokban ott is beszélek, ugye resource pack-kel hozzácsatolom a pályához. Olyan egy vagy két éve gondolkodtam rajta, aztán valahogy úgy halogattam, meg nem csináltam meg... Na mindegy, szóval nem lett belőle semmi, az a lényeg, és most gondoltam, hogy kipróbálom ezt videó formában, végigmegyek a pályán, és pár érdekességet elmondok. Azoknak, akik szeretnének fejlődni, remélem nagyon tanulságos lesz, a többieknek pedig érdekes. Igazából egy szemléletmódról van szó, amit szeretnék bemutatni. A daráló is ezért indult el, hogy ezt a szemléletmódot bemutassam. Azóta persze egy kicsit elkanyarodott, de azért ott van benne, talán valahol, még a szikrája ott van. Ebben a részben a szivacsot fogom bemutatni. Kezdjük egy kis bevezetővel. Mint ahogy az a pálya elején olvasható, 2. hó 7-től 10-ig épült, ha jól emlékszem, ez hétvége volt. Valójában a tervezgetés az már hónapokkal előtte megkezdődött. Azzal indult az egész, hogy megismerkedtem a The Stanley Parable című játékkal. És ez adta az ihletet. Mi lenne, ha csinálnánk egy olyan pályát, ami nem a szokásos menetű, hogy van egy kitalált világ, amiben élünk, ott történik valami, és akkor van egy küldetésünk, hanem úgymond a pálya is szereplője a történetnek, tehát annak a szerkezetesen fix, folyamatosan alakul végigjátszás közben. Az első tervekben az volt a történet, hogy le kell mennünk bányászni, tehát egy klasszikus túlélő jelenet. Itt is lett volna egy mesélő, aki nem biztos abban, hogy most minek kéne következnie, és ezért újra és újra át kell élnünk ezt a részt. Tehát tulajdonképpen az iroda helyett egy bányában bókláztunk volna. Aztán ahogy teltek a hetek, ez folyamatosan változott, nem emlékszem már az állomásokra. Párhuzamosan volt egy másik pálya ötletem is, ami kifejezetten a szivatásokra ment volna rá. Ha jól emlékszem, történet nem is volt igazából, csak feladatokat kaptunk volna, menj ide, menj oda, pakold ki a ládát, pakolj bele a ládába, tehát valami szivatos játékmenet lett volna. A szivacs a kettőnek az összegyúrásából született meg. Már a főmenüben érezhető az, hogy ez nem a klasszikus felépítésű pálya. Itt nem egy külön kis kitalált világ van, amiben elszórakozunk, hanem, mint mondtam, tulajdonképpen a pálya is főszereplő. Küldetések, feladatok, szabályok és indítás helyett csak sorszámok vannak, sok poén és fölösleges szöveg. Ezek mind hozzáadnak a hangulatához, mind éreztetik azt, hogy tulajdonképpen a pálya se veszi saját magát komolyan. A kőkerítéses résznél szándékosan más textúrájú blokkra kell fölmászni, mint a padló, a fal vagy akár a kőkerítés, hogy jól kitűnjön környezetéből, hogy vonzza a játékos figyelmét. Hogy észrevegye, hogy arra föl lehet mászni.
pályán minimális díszítés van. Ez azt a célt szolgálja, hogy könnyen átláthatóak legyenek a szobák. Azért valamennyi mégis van, hogy ne legyen nagyon üres, mert az megint nem néz ki jól. Annál a feladatnál, amikor a hibásan leírt szót kell megkeresni, direkt olyan szavak közül választottam, amit gyakran el szoktak rontani. Van rá oldal egyébként egy gyűjtemény. Onnan válogattam. A sorban áll egy szimulátornál a nyomulapot csak azért raktam le természetesen, hogy a játékos azt higgye, hogy van valami szerkezet mögötte, és figyelni fog, vagy számolni, hogy tényleg a nyomulapon áll-e. Itt derül ki a 8. gomb gonosz terve. Direkt olyan történetet választottam, ami túlmutat a pályán, hiszen ez az egésznek a hangulata. A játékos a főszereplő, nem egy kitalált karakter van, és vele történnek a dolgok. Ezért a történet is nem egy kis kitalált univerzumban játszódik, hanem tulajdonképpen a valóságban. A 8. szabályt a pályán direkt hagytam ki, de amikor megépítettem, még nem volt vele terv, a szerepe csak később alakult ki. A villany fölkapcsolós résznél az ajtót direkt a karok után helyeztem el, hogy ebben a sorrendben húzza meg a játékos a karokat, hogy mindenképpen utoljára hagyja a szivatósat, ami az összeset lekapcsolja. Ami kifejezetten rossz döntés volt, így utólag nagyon bánom, hogy ezeket a dobantókat szintén piros blokkal építettem meg, ami ugye kicsit ellentmond, de ha megnézitek, tulajdonképpen a gomb az fehér blokkon van, de akkor is megtévesztő. Idáig a piros volt ugye a tiltó, semmilyen pirosat ne nyomjál meg, a dobantók viszont piros színűek, szóval van benne egy kis ellentét, nem tetszik, most már nem így csinálnám, nem értem, miért így csináltam. Ezeknél a ládáknál csak az volt a fontos, hogy ne lehessen kinyitni őket, csak ha felugrik ide a játékos. Ezért került rá a blokk és elé a nyomólap, mert ha nem lenne ott, akkor pattogás közben is simán ki lehetne nyitni. Ennél a szobánál az volt a cél, hogy valahogy azt érzékeltessem, hogy a 8. gomb tényleg csatlakozik az internetre. Ezért került ez a sok kerítés a hát fölé, hogy valahogy a kábelt juttassa a játékos eszébe, mintha tényleg csatlakozna valamire. A szivacsvonal. Ez maradt az egyetlen bizonyíték arra, hogy mi az, ami megihlette a pályát. A harmadik küldetés egy kicsit csicsásabb bejáratot kapott, meg táblát is. Ez azért van, hogy játékos kicsit különlegesebbnek érezze az, hogy most tényleg eljutott oda, hova kell, és remekül előkészíti a következő pofáncsapást. A küldetés helye szintén kicsit szebben meg van építve, ez is azért, hogy különlegesebbnek érezze a játékos, mintha eljutott volna a célhoz, a hosszú utazás végére. Igazából ennyi lett volna most így hirtelen, olyan nagyon sok mindent nem lehet elmondani, hiszen sok minden építés közben alakult ki, például a küldetések azok abszolút. Gondoltam egyet, hogy ide kéne rakni valami jó kis szivatós feladatot, és hogy gyorsan kitaláltam egyet. Pár volt, amit már előre kitaláltam, azokat így fölírtam magamnak, és amikor úgy éreztem, akkor felhasználtam. Igazából azt tudom még elmondani róluk, hogy egy szempont volt ezeknél a feladatoknál, hogy szivatósak legyenek, de ugyanakkor szórakoztatóak. Teljesíthetőek, ne túl nehezek, de szivatósak. Ha tetszett a videó és szeretnétek még ilyet, írjátok meg, hogy melyik pályámat néznétek meg. Igen, a szivacs az pont nem a legtudatosabb, legjobban megtervezett pályám, hanem sok benne a rögtönzés, bármelyik másik pályámról szerintem többet tudnék mesélni, de ez most egy ilyen kísérlet volt, egy ilyen próba, hogy mégis milyen lehet egy ilyen videó. Ja, a kézikönyv óvjon.